A diótörő balett csillagai zárták rövidített munkaidő után a New York-i tőzsdét. Ők mosolyogtak, a brókerek kevésbé. Régóta tapasztalt, bukásokkal teli héten van túl a börze. Ráadásul hétfőn további 400 ponton zuhant a Dow Jones. A technológiai iparágat tömörítő Nasdaq értéke 1/5-ével csökkent a csúcshoz képest. Gazdaságunk egyetlen kerékkötője a Fed. Nem érzik a piacot, nem értik a szükséges kereskedelmi háború vagy az erős dollár szerepét, sőt a demokraták által zárolt költségvetés sem, tweetelte az amerikai jegybankról Trump elnök, aki a Fedet egy tehetségtelen golfozóhoz hasonlította. A jegybank épp akkor került fehérházi ösztűz alá, amikor a pénzügyminiszter az Egyesült Államok 6 legfontosabb bankjának vezéreit hívta tárgyalóasztalhoz, hogy segítsenek a gyengélkedő tőzsde talpra állításában. Nem titok, hogy Trump Jerome Powellt, a Fed elnökét is megpróbálta leváltani, de ez a jegybanki függetlenség miatt kivitelezhetetlen. Gazdasági szakértők szerint egyébként maga Mnuchin pénzügyminiszter szítja a pánikot az aggodalmakat fokozó intézkedéseivel.